Kezdem venni csak azért is. Speedrun. Milyen gyorsan érünk el 50 kilométerig. Úgyhogy szevasztok, gyerekek. Itt van velem Bundi, Mokka, meg Sasza. Sziasztok. Szevasztok, hello, hello. Szabi ilyen illetlen. Szabi nem íze. Szabi nem köszön. Meg van sértődve, ott hátul ül, nem csinál semmit. Tehát a gyerekülésbe. Budni, ne állj meg! Ne állj meg! Jó, gyerek. Lehet, egy csigát, azt jól lenne találni bele. Hát igen, egy csiga kéne, vagy egy V8, azért az jó lenne, igen. Mert ez így nagyon nyögve egyelős, mi? Ja. Annyi, talán még 60-nal is megyünk. Meg a kerekeket ki össze kéne szedni, mert leposszok tényleg. Itt látok is kereket. Kiugrok mind a nyulak. Hát itt minden... Műszeregység kell, esetleg. Rakkam be. Rakkam ja, rakta, be. Akkor jó. Kerék, pedálok, kormány van, minden. Na, de izé, várj, kerekeket érdemes, szerintem más nagyon nem, nem? Jó, az gagyi, ami ott van. Itt egy új kerék. Berakom lábhoz. Na, férjébe, bazze. Van valami? Nincs. Akkor szar az a kerék? A szar. Aha, vörm, ja. Hajrá. Perc. Gyite! Gyipaci paripa. Bundi a sofőrünk. Ő biztonságosan vezet. Főleg előre. Jó, amikor nem. Kereszteződéshez érünk, akkor majd álljunk meg azért. De mi pirostak a műszerfalon? Valami piroslik? Tényleg, ja. Bazza. Valami visszajelző. Nem tudom, nem ismerem a izét, az 1002-es műszerfalat. Én meg nem tudok oroszul. Kézifékben van rád, nem. Na, nem tudom, mi az. Nem tudom én sem. Mert túlsúly. Gyújtás. Rojd van lehet, ki tudja. Azaz. Jó, ez a sárga zsiguli, ez tök autentikus. Ja. Na, figyelj, két kiló... A mutárnak hoz, dobjon le Szotyira a pénzt. Ja, ott egy kerék. Nem is kell ajtóba, azért tök könnyű kiszállni, tök hülyeség ajtóval. Ó, egy Mustang kerék. Mehet ez is be. Egy új gumival. Úgyhogy akkor ja, ma... Ez motortalan. Akkor más nincs is, jó van. Hajrá! Tök jó, hogy nincs ajtó. Vaja, szaszájét is izeljük. Nem kell neki. Ledobtam a picsába. Most meg lobog a hullnáj szőröm, bazd meg. Nem, az megszólalt, hallod? Na, eddig tartott a nagy sértődés. Meg volt a sértődve, nem? Bemehetünk ám oda, Bundi. Hát, hogyha lesz. Kipakom a szárítógépet. Ezt mondtam. Na, ne basszál. Azt mondtad, megsértődtél. Hogy nem akarsz velünk játszani. Ja, ilyet is mondtam. Ezt megkönnyíted a verdát. Könnyíted. Most megint megállunk mindenhol. Nem, csak V8 vagy turbo. Ezt a kettőt keressük, hogy gyorsan. Turbo vagy egy nagyobb motor nem ártana. Meg a kerekek kellenek, mert az le fog posszogni. Brand new gumikat, azokat visszük. Nyugi, szaszon, nyugi, megyünk. Tudod mi? Eddig nagyon sokat mentünk már. Amíg izéti, sumákban és innivalót hoztatok meg kaját? Persze, kaját nem, hanem megállunk mindig a kúton, innivalót hoztunk. De azt nem mondd, már szomjas vagy. Még nem. Van benn víz egyébként. Minek 80 darab kerék, már tele az autó, hogy hova ülünk be? 3 darab kerék van benn, nem 4, mert 4. Azt nem én raktam be. De egymásra lehet már pakolni őket, úgyhogy... Kell a kerék, gyerekek. Pecóba bám körül se néztetek. De én benn vagyok. Ja. Szerintem én kívül nem láttam semmit egyébként. Látunk, semmi. Tehát van... van egy csomó cuccam, úgy csak oda fölmenni. Hát meg hülyeségek, semmi értelme. Olyatokkal mehetünk. Föl tudok nézni. Nincs jó dolog. Látunk. Nézd meg, így föl tudsz nézni. Most kormány, meg ilyen hülyeségek.
Ez jó, hogy ki van könnyítve, meg egyébként itt nem bugol egyáltalán, ugye, nincsen tele lomba. Csak nem megy. Jó lenne egy V8. Ki az Andi Andi? Andi Andi? Mi történt? Mi történt? Megint kifagy. De mi? Hallod? Mi? De most ez mi? Az űrbe vagyunk. Valahol nagyon röpködünk a dimenzióba. Ja. Ez mitől lőttünk ki? Pazzek, fönn vagyunk a világőrbe. Hát meg a bolygók is ott vannak. Tényleg? Álljunk ki, nincs egy. Ott van egy bolygó, egy föld, vagy mi az? Csodás lett ez a játék, hallott? Kár, hogy lefrissítették. Én kiszállok, hallod? De ne szállj ki! Eddig jó volt. De mi az? Ott van a föld. Hova kerültünk? Te, ez nem valami feature? Nem egy másik bolygóra kerülünk? Ott van, megvan az 50 kilométer. Pazd meg 56! 57! Tényleg, 50. Jó, speedrun! Várjál, ezt megnyerjük, hallod, elsők leszünk. Ezt elsők leszünk a ranglistán. Ja. Azért 3 kilométerről 3 másodperc alatt. Hallod, elmondom neked, hogy valami 20 perc alatt teljesítette a legelső az 50 kilométert. Hát mi top 1-ek leszünk a ranglistán. Jó ideig, az biztos. De okay. Akkor ne nyomjatok semmit. Ne, repüljünk. Megvárjuk, hogy ez meddig fog menni. Hallod, ilyen 500 kilométer. De hogy a francba kerültünk? Mert konkrétan a világűrbe vagyunk szerintem, hogy nem tudom. Ha valahol ott. Az nem a föld. Ott a távolban. 88 kilométer. Az szerintem a föld. De szerintem oda zuhanunk le. Bazd meg, jön az UFO. Hallod a hangot? Valamit hallottam. 93-nál jár. Jön az UFO. De elmondom neked, oda fogunk leesni szerintem oda föl. Vagy az a hold. Hol az UFO? Látja valaki? 100 kilométer már. 100 és túléltük az éjszakát. Hallod, mi elsők vagyunk, azt nem mondom neked ranglistán. Űrhajó. Hát ezt még szeretném, hogy veszem, bazd meg. Ezt elküldöm a készítőnek, hogy ranglista 1, érted? Azaz. Ingyen játék. Kec. 9 perc alatt. 9 perc alatt meg 111 kilométer. Jó. Hát, na erre kíváncsi vagyok, mert ugye ki fogja írni, hogy ranglistán hányadik vagy? Amúgy csak mondom, valaki 800 kilométerre van az első hely. De ugye van idő is, hogy az 5 felet mennyire csinálod meg? Aztán az 50 az elég gyorsan meg volt. Az elég gyorsan, ja. De hol az UFO? Mert azt szerintem meg ugye üldöz minket, mert halladi. Csak azt ki tudja. Nekem azt írkálja, hogy return the car and betű. Ja, vissza lehet állítani. Ne. Nekem megállt az idő. Az idő az megállt, három. Igen, mert akkor értük el az 50-et. Ja. Az azt számolja. Mhm. Uh-huh. Nem kellett a V8, meg a csiga. Beütünk a centrifugába. Pozzanak! Nem tudsz korrigálni rajta? Szédülök, bazza. És ha még hajnali kettőkor is itt pörgünk, akkor hogyan lesz? Várj, megdöntsük a rekordot. Akkor biztos, de az UFO elvileg vadászik ám rá, mert hallani. Csak ide lehet, hogy nem fog följönni. 132 kilométer. Valami fekete lyuk beszippantott. Tényleg? De hát mi? De valami, várj, mi ez szerintem... a hang? Milyen hang? Ilyen izé volt, ilyen... Mint hogyha beszélt volna valaki, halál komolyan. Szerintem most nem azt mutatja, milyen messze vagyunk, hanem az, hogy milyen magasan. Lehet! Azaz. Nincs a ladán ejtőerdő. Ti nem halljátok ezt a sistergést? Ezt a mélyet? Dehogy nem. De nem, hanem van egy... De, hallom, van egy ilyen kis pici. Amelyik már nem tudjuk befogni a Danubius rádiót, azért. Nincs is rádiónk, az a gyanús. Hát de azért. Ez... Te most... Belső nézetben van mindenki amúgy. Aha. Na, lassan összehányom a monitort, úgyhogy... Jó, hát űrhajózunk kicsit, hát most... Jó lesz ez. De most zuhanunk, vagy mi? Hadd mindjárt elkezd csökkenni a kilométer, ahogy zuhanunk, mi? Az 40 kilométer, ez csak fölfele megy. De lassul, vissza fogunk esni, tuti. Neked lassul? Nem lassul. Csak pörgünk fönn a világőrbe. És hol az UFO?
De most akkor ilyen, hogy lesz vége? De ki tudunk szállni? Nem tudom. Csak ennek tudnánk nyomni, ugye? Nem tudom, mert mire arra viszem az egeret, teljesen másfele nézünk. Nekem olyat is ír, hogy get out. De tényleg, ki tudnánk szállni? Az lehet, hogy nem lenne jó itt. Kiugornánk. Nekem is írja, de inkább nem szállok ki, mondjuk a pilót. Valami izét, stabilizáld a járművet, hallod? Az űrhajót. Dob ki hármasorra, dob ki. Nem mondom neked, az szerintem lassú, figyeld. Látod, már kilométerek nem mennek, hanem csak így, nagyon lassan, figyeld. Nem pörög, elmondom neked. 144. De nézd meg, de most már nagyon lassan. 145. Igen, de figyeld, az tudja, hogy be fog állni. Látod, hogy egy másik bolygón szállunk le, Balázs. Azaz. De már a Holdat se látom, vagy a bolygót se. Figyeld, az meg... körvonalon még megvan. Ja tényleg, ott van a Hold. Na jó. Na, látod Keeper, akkor most már megvan, hogy a többiek hogy csináltak 400 km-t. Lehet, igen. Lehet, hogy ugyanígy. Márja. Tab. Merekedjünk egyet. Szökik a mára, szökik a levegő. Na ott a, ezért kell föl a nap. Hol? Na most már kezd világosodni a Föld. Miért ez a Föld alattunk? Hát nem tudom. Valahova leesünk mindjárt. Legalább most megdöntöttük az izé a lapos földeseknek a téveszméjét, látjátok? Van? Van íve. Azaz. Na várj, valami izé van itt mellettünk. Van gömb. Gömb. Meg az UFO is. Jaj, bozd meg az UFO! Itt az UFO. Hol ha? Volt? Azért van, hogy gömb van fölöttünk. Hol van? De merre van lefele vagy fölfele? Nem tudom. De már mindjárt itt meg... Van. Jó, hogy itt az UFO, bazd meg. De nem ő lassított meg minket. És mindjárt megáll, látod a izénk? Lehet, hogy zuhanunk vissza. Az jó lesz, hogyha leesünk. 148 km-ről. Most már ideje, nem? Bazd meg, el is kapott ja. Minket. Na várjál, hányadikok lettünk? Demo complete, 148 km. Na várjál, back to man, mikor írja ki? Kalkulálték current ranking, figyeld, kalkulálja a rankunkat. Kalkulálja, igen. Na, mennyi fog dobni? Első!